Köszönöm szépen! Tudjál nevem! Munkában a Bohóc doktorok a Pécsi Gyermekklinikán. Az egészen kicsiktől a nagyobbakig segítik a beteg gyerekek kórházi ápolását elviselhetőbbé tenni, feloldani bennük a félelmet, feszültséget. A színházzal foglalkoztam, és ennek révén kapcsolódtunk be ebbe a fajta munkába. Akkor én nem sokat tudtam erről, sőt igazából semmit, és akkor döntött úgy a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány, hogy vidéken is elkezd bohóc doktorokat toborozni. És hát ismerősöktől értesültem, és úgy voltam vele, hogy hát megnézem, hogy mi ez, de nem nagyon tudtam igazából, mire számítsak, és aztán annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy végül is maradtam, és így ez lett a szakmám. Amikor a gyerekek a betegségük miatt bekerülnek például a pécsi klinikára, akkor az egész addigi világukból szakadnak ki. Ezt az állapotot igyekeznek feloldani a Bohóc doktorok, mondja az alapítvány művészeti vezetője. Nagyon sokszor nehéz, hogy nem csak a fájdalom van, meg a betegség van, de hogy ez az izolálódás érzés is van benne. És tulajdonképpen ebben a helyzetben, ami egy nagyon szorongással, stresszel, félelemmel teli helyzet, és nagyon idegen, ebben a helyzetben lépnek be a bohócok. És a bohócok mindig játékhelyzetet kínálnak. Tulajdonképpen ők egy olyan világot nyitnak meg, ami mindenkiben ott van belül, mert mindenkiben ott van a játékosság, mindenki valójában a lelke mélyén arra vágyik, hogy kapcsolódni tudjon, és hogy közösen játszunk, közösen érezzük jól magunkat. Ebbe a világba bevonják az orvosokat, az ápolókat is, így teszik teljessé és valóssá az élményt. A játéknak, bohóckodásnak jótékony hatása van a lélekre és a testre is, mondja a klinikai igazgató. Ezt kimutatta egy korábbi vizsgálat. Hadd idézzek fel egy igen régi, ma már 70 éves talán vizsgálatot, ahol alultáplált gyermekeket kezeltek úgy, hogy megkapták a táplálásterápiát, és hát ennyiben állt az ő ellátásuk, illetve egy másik csoportjukban, kicsit a Pirosor bohócdokrokhoz hasonlóan, foglalkozásterápia is része volt az ellátásnak. Egy hosszú időszak végén az alultápláltság mérséklődése sokkal nagyobb fokú volt azokban, akiknek a lelkével is törődtek, nem csak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű zsírt és szénhidrátot megkapják. Decsi professzor azt mondja, vannak olyan súlyos betegséggel küzdő gyerekek, akiknél nagyon fontos a bohóc doktorok munkája. Talán az onkohematológiai részlegünk az, ahol a legkiélezettebb helyzetek lehetnek. Ott nagyon fontos, hogy a Pirosor Bohóc doktorok személyében képzett szakemberek jönnek hozzánk. Abban a környezetben, ahol friss és már régebben kezelt rosszindulatú daganatos gyermekek vannak, ott egy legnagyobb jó szándékkal is, de éppen megérkező civil nem biztos, hogy megtalálná azt, hogy mit kell tennie. A bohóc doktorok 400 órás képzésen vesznek részt, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel a gyerekosztályokon, klinikákon az országban. Pécsen már 20 éve járják a kórtermeket a bohóc doktorok. Hazánkban 27 éve jött létre az alapítványuk. Jelenleg 34-en vannak az országban. Ők Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Tatabányán, Salgótarjánban és Kaposváron tevékenykednek. Pécsen 6-an dolgoznak közülük.